Köszönjük szépen a hívását, viszont hallásra. Hogy sikerült ez a hívás szerintem? Ami az én sztereotípiám volt, még mielőtt idejöttem volna, az az, hogy itt biztos jéghideg hívásokat kell indítani, és majd mindenkit fel kell hívni, és mindenkinek az ég egyadt a világon, nekem hitelkártyát kell majd eladni. Mindenki majd kiabálni fog velem, senki nem akar majd meghallgatni, és biztos, hogy éjjel-nappal kell dolgozni, meg hétvégén is kell dolgozni. Ezek voltak a sztereotípiák, amik szerintem az első két hétben, sőt, akár már az oktatás alatt megdőltek. Mert hogy ezek nincsenek. Ugye igazából egy érettségi elég ahhoz, hogy valaki tanácsadó legyen, és nem feltétlenül biztos, hogy van előképzettsége, viszont nálunk ezt mind megkapja. Tehát, hogy tanulható igazából ez a szakma. Sok tanulással, meg szorgalommal, de én azt gondolom, hogy megéri, és tényleg egy olyan tudásra tudnak szert tenni, amit utána tényleg tudnak bárhol majd kamatoztatni, akár a magánéletbe is, mint pénzügyi tudatosság. Mindig van lehetősége arra, hogy folyamatosan fejlődjünk a képzéseket, a tréningeken, az, hogy egyszer majd én is oktatóvá válhassak, vagy akár tréninget tarthassak, így akár értékesítés, támogatás témában, ezek mind olyan célok és mind olyan lehetőségek, amelyeket van lehetőségünk elérni, és segítenek a vezetőink. Sokan azt gondolják, hogy ide csak a mérges ügyfelek telefonálnak be, holott ilyenről szó sincs, de persze vannak ideges ügyfelek, amikor éppen elnyeli például az ATM a kártyáját, vagy nem ad ki neki pénzt, de ezeket is én azt gondolom, hogy kezelni kell, jól ráadásul, tehát hogy ezeket a hívásokat is úgy tegyük le, hogy az ügyfél tényleg megnyugodjon, hogy minden rendben lesz, de ezen felül nagyon sok pozitív hívás is van, tehát amikor nem feltétlenül csak problémával telefonálnak be, hanem csak megkérdeznek valamit, vagy egy tranzakciót hajtanak végre, ezek teljesen normál beszélgetések. Rengeteg mindent tanultam ebből a munkából, kezdve azzal, hogy 24 évesen, amikor ide kerültem, azért nyilván számos munkáján dolgoztam már, de amikor itt elkezdtem dolgozni, és teltek múltak a hetek, és kaptam a folyamatos képzéseket, szakmai tudást, akkor jöttem rá igazán, hogy a pénzügyi tudatosságom is óriási szinteket lépett. Tehát a pénzügyi tudatosságon kívül egyébként önismeret, személyiség típusoknak a leírását, az ideológiát, ezek mind olyan érdekes dolgok, amelyek nem csak a munkám során tudtam hasznosítani, hanem a magánéletben is nagyon sokat segítettek. Amikor idejöttem a bankhoz, az igazából egy próbálkozás volt, de így az első év alatt nekem kiderült, hogy én egy sokkal hosszabb karriert szeretnék itt befutni. Látom, hogy azért vannak lehetőségek, tehát hogyha valaki tényleg szorgalmas és jól csinálja a feladatát, akkor azért előre lehet lépni, és hogy támogatják is azt, hogy bankon belül mozogjon az ember. A jó közösség és az összetartó erre abban nyilvánul meg, hogy rengeteg önkéntes programban veszünk részt. Idén ugye a Contact Center elnyerte az önkéntesség nagykövete címet is, ugye ezt is mi kaptuk meg idén, illetve hogy a vállalati önkéntes program díjat is elnyertük idén. Legyen szó akár kórházakban történő meseolvasásról beteggyermekeknek, legyen szó akár ruhagyűjtésről, legyen szó arról, hogy akár cipős dobozokba gyűjtünk olyan ajándékokat árváknak vagy állami gondozottaknak, amit tényleg ők szeretnének megkapni. Ez csodálatos. És amikor összegyűlik egy egész irodányi, több mázsa ruha, és azt 40-50-en válogatjuk egyszerre, akkor az egy felbecsülhetetlen dolog. És ott látszik igazán, hogy mindenki tanácsadótól, akár egy felsővezetői, mindenki ott együtt egy közös dologért dolgozik. Vannak bizonyos karrier szintek, amiken végig tudnak menni a tanácsadók. Ezeken elég gyorsan sikerült szerencsére nekem is végiglépni, és utána úgy gondoltam, hogy ezt a begyűjtött sok tapasztalatot szeretném még jobban kamatoztatni, és pont akkor került meghirdetésre egy szakmai oktató pozíció, amit meg is pályáztam és meg is nyertem. És utána 2,5 évig azzal foglalkoztam, hogy a
az OTP Bankhoz, illetve ide a Contact Centerbe érkező új kollégáknak a betanítása, illetve a szervezetbe való beintegrálása volt a feladat. Számomra a legemlékezetesebb eset az volt, amikor egy ügyfél egy korábban megbeszélt személyi kölcsön miatt telefonált vissza. Valamit félreértetett, valahol elsiklott ez a dolog, és nyilván érthető volt, hiszen ugye viszonylag hamar lett volna szüksége a pénzre. Csalódott volt, dühös volt, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy. Viszont találtam neki egy olyan másik megoldást, még tanácsadóként, amellyel 24 órán belül olyan összekhez jutott, ami kisegítette őt, ami megoldotta a problémáját. És számomra ez egy nagyon emlékezetes pillanat, és nagyon meghatározó az itteni munkámban, amikor egy ügyfél azt mondja, hogy Erika, nincs önnek valami munkahelyi melléke, hogy legközelebb önt kereshessen meg, hogyha probléma van, én azt gondolom, hogy ettől nem is kell több. Tényleg egy annyira jó közösség alakult itt ki, én azt gondolom. Ez egyrészt minden nap motivál, tehát annyira jó bejárni ide, hogy nagyon sokszor nem munkának érzem, vagy élem meg azt, hogy be kell jönni, hanem egyszerűen a csapat miatt, a kollégák miatt, illetve én szeretem azt, amit csinálok, tehát a kollégáknak a támogatása, és jó látni azt is, hogy ők is szeretik azt csinálni, hogy tényleg az ügyfelekkel kommunikálni nap, mint nap, és segíteni rajtuk.